A hagyományoknak megfelelően a főtéren került sor augusztus 20-án este Gödöllőn a Szent István napi ünnepségre. A gödöllői városi fúvós zenekar térzenéje és a cserkészek zászló felvonása után az egyházak képviselői megáldották az új kenyeret. Gémesi György polgármester a kenyér megszegése után megtartott ünnepi beszédében a kétkezi munka becsületéről és Szent István ma is érvényes intelmeiről szólt. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket országépítő Szent István királyunk ünnepe alkalmából. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm ma este Ferenczi Annát, nyugalmazott iskola igazgatót, zenetanárt, gödöllői, új gödöllői díszpolgárt. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és együtt ünnepelünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy eljöttek, hogy ismét együtt ünnepeljünk. Ez a nap egyben Magyarország születésnapja, és mint ilyenkor szokás, országszerte jobbnál jobb, szebbnél szebb programok emelik az ünnep fényét, és ez így van jól, hiszen a több mint ezredik születésnaphoz méltó kell legyen az ünneplés. De a fények és a látvány mellett sokszor megfeledkezünk az ünnep lényegéről. A Szent Istváni életmű kellő méltatása kapcsán például arról is, hogy e nap a kenyér felszentelése, megszegése, képletes szétosztása jelentette ősidők óta a kétkezi munka becsületét, azt, hogy sok-sok ember áldozatos munkájának eredményeképpen lesz mit ennünk a következő esztendőben. És ez alapján joggal kérdezhetnék sokan, hogy megvan-e ma a tisztességesen végzett munka becsülete. Kellően értékelik-e azok, akiknek ezt kellene? Vagy csak a rivalda fényben levőknek, vagy esetenként a hatalom körül ólálkodóknak jut az elismerés és a jutalom. Szent István Imre hercegnek, fiának írt intelmeiben így fogalmaz. Kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és rokonságához, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédokhoz légy kegyes, hanem mindenkihez, aki hozzád járul. Milyen fantasztikus bölcsesség! Szent István meglévő hatalma tudatában azzal szembeni mélységes alázatról tesz tanúságot. Ugyanebben a fejezetben alázat mellett ír többek között türelemről, mértékletességről, szelídségről, becsületről, de arról is, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. Bizony, aki a közösség szolgálatára szegődik, legyen az akár a politika, jó, ha sokszor átgondolja a Szent Istváni üzenetek ezen részét is. Mert bizony, ezek ezer esztendő távlatából sem vesztették aktualitásukat. Mint ahogyan a Szent Istváni intelmek további részei sem a hitről, a vendégek befogadásáról, vagy akár az igaz élet és a türelem gyakorlásáról. Szent István örökségében megfogalmazottak figyelmen kívül hagyása esélytelenné tesz bennünket arra, hogy letegyük egy új ország építésének az alapjait. Mondhatják erre sokan, mi szükség van arra, hiszen az ország sikeresen működik. Nagyszerű eredményeket olvashatunk, hallhatunk és láthatunk a médiumokban. Miért kell itt új alapokról beszélni? Mások mondhatják azt is, hogy a mai modern világban ezek a Szent Istváni dolgok elavultak és elkoptak. Miért akarunk mi az informatika dinamikus és fantasztikus fejlődésének korában ezer évvel ezelőtti megfogalmazottakra alapozni a jövőt? Szép-szép a hit, a szelídség, a becsület, de hát kit érdekel? A lényeg, hogy még ha látszólag is, de menjenek jól a dolgok, érezzük jól magunkat, élvezzük az életet. Ma jó kommunikációval minden hihetővé válik. Nyilván ez is egyfajta megközelítés, és biztosan az ezt megfogalmazók szempontjából még érthető is. De nekem az a véleményem, és nem tévedek akkor, ha azt mondom, hogy velem együtt sokaknak, hogy ez ideig, óráig talán még működik. De ha ez így lesz a továbbiakban is, akkor nem sok az esélye egy a mai világban nélkülözhetetlen, a kor kihívásainak megfelelni tudó versenyképes Magyarországnak. Nem lehet jó alapok nélkül biztonságot adó házat és országot építeni. Ezen a téren továbbra is nagy és egyre nagyobb, megkockáztatom lassan, behozhatatlan lemaradásban vagyunk. És bárki bármit mond és hirdet, egyre nehezebb helyzetbe evezik be magukat a döntéshozók.
Nyilván nincs egyetlen kormány és országvezetés könnyű helyzetben, és ez igaz a mai időkre is. De jó lenne, ha ismerhetnénk a valós tényeket, és jobban támaszkodnának azokra, akik ebben a helyzetben segíteni tudnak. Mert az országépítése nem csak a kiváltságosoknak, hanem mindnyájunknak közös dolga és felelőssége. De egy esetleges széleskörű összefogás mellett is elengedhetetlen egy a Szent Istváni örökséget is figyelembe vevő, így a régi, új és megújult alapokra felépített ország építésének mielőbbi elkezdése, mert csak így lehet egy stabil és minden nehézséget kibíró, a kor kihívásait is teljesíteni tudó hazát építeni, biztos jövőt és otthon teremteni. Sajnos itt Gödöllőn nagyon távol vagyunk annak lehetőségétől, hogy egy esetleges építkezési folyamatba beleszólhassunk, hatékonyan segíthessünk, de ez nem azt jelenti, hogy nincs lehetőségünk semmit tenni. Örömmel mondom, hogy van, és kell is, természetesen. Mert ha nem is országot, de várost, azt tudunk építeni. Nem figyelmen kívül hagyva a Szent Istváni örökség ránk vonatkozó részeit, Szent Istváni hittel, jó alapokra építeni a várost, elsősorban mint közösséget, és természetesen mint az otthonunkat. Mert Gödöllő nem csak a városunk, nem csak a hely, ahol élünk, hanem az otthonunk. És nyilván ez jóval több, mint a hely, ahol lakunk, és ahova hazajövünk, vagy ahol éljük a mindennapjainkat. Az otthon jóval több. Az otthon az, ahol biztonságban és jól érzem magam. Ahol ott van a családom, a barátaim, és ahova kötődök minden szállal, ahol adottak a közösen megteremtett feltételei a minőségi, élhető életnek, ahova örömmel térek vissza nap mint nap, és az otthon, amiért szívesen, önzetlenül tudok tenni, mert tudom, hogy azzal a közösségemet erősítem, ahol a döntések nem olcsó népszerűségért, hanem a szükségek, a lehetőségek és egyetemes értékek alapján születnek, ahol megvan és lesz a tisztességesen végzett munka becsülete, és az elismerés az alapján születik, hogy ki mit tett le az asztalra, ahol vannak közösségi élményeim, ahol felekezeti politikai, etnikai hovatartozástól függetlenül mindenki jól érezheti magát, és élhet gödöllőiként, ahol a saját magunk által is alkotott kultúra mindennapjaink elengedhetetlen részét képezi, ahol meg tudjuk beszélni közös dolgainkat, elmondhatja mindenki félelem nélkül a véleményét, és ha az valóban a közösség érdekeit szolgálja, akár beépülhet a folyamatokba. Ahol soha nem az számít, ki mondja, hanem az, hogy mit mond. És ahol családunkkal, gyermekeinkkel, nyugalomban, békességben és biztonságban élhetünk. Az otthon, ami nem az egymás elleni acsarkodásoktól hangos, hanem a közös érdekek és értekek mentén kialakított együttműködés alapján éljük mindennapi életünket. Ezt az otthont kell építenünk, és ezzel az otthon teremtésünkkel tudunk egy új országépítésben részt venni. Ebben van még a közös lehetősége és felelőssége mindannyiunknak. És ha ez így lesz továbbra is, akkor Gödöllőnek eddig is sokszor elismert jó példája, kisugárzása egy modell lehet mások számára Magyarországon és a világban. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni, és meg nem érdemelt örömben, hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, és az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, és alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogyha elfáradok, és fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha rád találtam, és hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit kérek, taníts bátor lenni, amikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom. Ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád. Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
a több mint 1000 éves Szent Istváni örökség az ő előbb hallott imája adjon hitet, erőt és erős hátszelet gödöllői otthon építésünkben. Mert Gödöllő az otthonunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. A program a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete, a Gödöllő Tánc Együttes, a Gödöllő Tánc Színház tagjai és Szomor György, a Békés Csabai Jókai Színház színművésze előadásával folytatódott, akik az István a Király című rockoperából adtak elő részleteket dr. Horváth Zoltán rendezésében. Az ünnepi program tűzijátékkal és tárogató szóval zárult.